Ebben a videóban egy olyan terméket szeretnék kipróbálni, amit az O'Neill Magyarország bocsájtott a rendelkezésemre. Ez pedig az Air Flaps. Én nagyon sokat szenvedek a sisakommal, illetve a szemüvegemmel. Amikor egy lassabb részhez érek, szívesen levenném a szemüveget, de macerás menet közben mindig leszedni, és ezzel a kis szerkezettel el lehet tolni az arctól a szemüveget. Akár 1-2 cm-es rés is keletkezik így a sisak és a szemüveg között, és ezáltal átszellőzik mind a szemüveg, mind a motoros arca. Ezt szeretném most bemutatni, hogy hogy is működik. De először nyilván fel kell szerelni a sisakra. Mondhatjuk úgy, hogy ez egy kicsomagolós videó lesz. Megkaptam a terméket, még ki sem bontottam. Igazából arra vártam, hogy tudjak róla csinálni egy videót. Nyilván a videó első része arról fog szólni, hogy hogyan lehet felszerelni a sisakra. Lehet, hogy bénázni fogok egy csomót, mert még én sem próbáltam sosem. A második részében pedig majd, ha az idő engedi, kimegyek, kerülök egyet, és kipróbálom, hogy menet közben tényleg milyen hatása van. Nem próbáltam még videót, néztem róla már a neten. Elég sokat ígér. Illetve pont azt a problémát próbáljam meg kiküszöbölni, amivel én is sokat szenvedek, hogy amikor fölhúzom a bukósisakot, akkor mindig macerás szemüvegnek a levétele, illetve a sisak fölvétele. És itt, ahogy itt látható is, én mindig szétbarmolom vele a szemüvegemet. Ezt mindig meg kell, hogy ragasszam. Viszont ezzel a szerkezettel egy mozdulattal hátrébb lehet tolni a szemüveget a sisaktól, és ezáltal könnyen föl lehet venni. Nos, akkor lássunk is hozzá, bontsuk ki ezt a dobozkát. Van benne jó kis Air Flaps matrica. Fehér színben is. Egy nagyon rövid kis leírás, használati útmutató. És 2 darab Air Flaps. Első lépésként egyértelműen meg kell tisztítani a bukósisakot. Föl kell tenni a sisakra a szemüveget. Be kell ceruzával jelölni 2 pontot rajta. Felragasztani. 1 cm-t lehet rajta állítani. Előre-hátra. Nagyon jó ki van találva szerintem a dolog. Szépen ráfekszik a bukósisak oldalára, és igazából ezzel a módszerrel egy mozdulattal lehet nyitni. Ide készítettem egy kis denaturált szeszt. Én azzal szeretek takarítani ilyen dolgokat. A következő lépés, hogy föl kell tenni a szemüveget. Airflapset pedig befűzzük, így. Ezt megcsinálom mind a két oldalon. Szerintem ennél a sisaknál ezt előre lehet tolni mind a két oldalon teljesen. Igazából nagyon föl sem tűnik, amikor rajta van. Az Air Flaps egyébként egy saját márka, de az O'Neill, ezt nem tudom, hogy megvette, vagy beszállt a buliba. A lényeg az, hogy
ők is árulják. Akkor ragasztozzunk. Az sem nagy gond, ha nem jó helyemzem fel, mert bár egy nagyon erős ragasztó van rajta, vissza lehet óvatosan szedni, és többször fel lehet rakni, illetve nyilván, hogyha az ember bukós isakot vált, akkor tudja magával vinni. Az Airflex hátulján 3M ragasztó van, ami biztosítja a jó minőséget. Én eddig még nem futottam bele olyan problémába, hogy ami 3M-es ragasztóval van felragasztva, az elengedte volna. Reméljük, hogy ez is így lesz. Igazából nagy erőhatás nem éri, szerintem. Mivel itt nálam a pincében elég hideg van, így egy kicsit előmelegítettem a ragasztót. Jó lenne, ha fel is jönne. Egyik oldal megvan. Nézzük a másik oldalt. Most pedig hagyjuk egy kicsit pihenni, mert a ragasztónak kell egy kis idő, amíg eléri a teljes szilárdságát. Most én azért ki akarom egy kicsit próbálni, mert ha véletlen nem jó, akkor még szerintem most ez a melegében még könnyebben állítok rajta a funkcióját, így is ellátja. Aha. Lehet, hogy túlságosan előre raktam. Aha, mindjárt kiderül. Na nézzük, felhúzom a sisakot, és meglátjuk, hogy milyen lesz. Első tapasztalat, hogy nagyon könnyű fölvenni a sisakot vele. Nyilván kitolja a szemüveget. Hát jó előre tolja. Az látszódik, sőt lehet, hogy egy kicsit túlságosan is előre raktam. A sisak gond nélkül feljön a helyemre. Egész egyszerűen, mintha nem is lenne rajta a szemüveg. És aztán egy mozdulattal hátra lehet csapni, és szépen visszahúzza a szemüveget a normál pozícióba, ahogy szoktam hordani. Egyesével is vissza lehet őket hajtani, nyilván ennek majd menet közben lesz szerepe. Egyszerre ritkán engedi el az ember a kormányt, főleg terepen. De külön-külön is szépen vissza lehet hajtogatni. Hát majd menet közben fog igazából kiderülni. Nagyon jó, előre tolja a szemüveget. Teljesen szuper. Igazából ez az első rész most ennyi volt. Innen folytatódik az éles teszt. Motorra fogok pattanni, és kipróbálom, hogy menet közben mit nyújt. Thank you.
alkalmam kipróbálni végre az Airflaps-et hosszabb távon, és nagyon jó eredményt hozott. Igazából teljesen azt, amit vártam is. Itt a tereprali versenyzés során időnként várni kell a rajtra. Aztán gurulunk előre egy kicsit, megint fölhúzzuk a bukósisakot, megint levesszük a bukósisakot, mert rohadt meleg van. Aztán beizzad az ember a szemüvegbe. És azáltal, hogy az Airflaps elemelte a fejemtől a szemüveget, ha már egy kicsi szellő is jött, rögtön kiszellőzött a szemüveg, és eltűnt róla a pára. Úgyhogy nagyon jó, tudom ajánlani mindenkinek. Egy kicsit húzós az ára, de sokkal kényelmesebb, mint állandóan levenni a szemüveget, visszarakni. Arról nem is beszélve, hogy menet közben nagyon egyszerűen lehet kinyitni, bezárni, azaz a sisaktól vagy az arcunktól eltolni a szemüveget, meg vissza pozícionálni a rendes helyére. Ennyi lett volna akkor ez az Airflaps kicsomizó és tesztelős videó, remélem tetszett. Ha igen, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, megpróbálok máskor is ilyen videókat összerakni. A terméket meg tudjátok venni az Onil Magyarországnál, majd a linket berakom alulra a leírásba. Én azóta elégedetten használom, remélem nektek is beválik majd. Sziasztok!